Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves nyolcadikosok! Kecsanovics Szabó Dóra vagyok. Ezen a héten már a harmadik magyar óránkat töltjük együtt. Ugye tegnap előtt a szóképzésről beszéltünk, a szóképzésről általában és a névszóképzésről. És hogy egy kicsit fellélegezzünk, visszakanyarodunk az ötödikes anyaghoz, ismételni fogunk a mai órán, méghozzá a hangtan fogalmával ismerkedünk, a hangtan fogalmát elevenítjük fel, konkrétan a hangok és a betűk közötti különbséget, a hangok csoportosítását, és így tovább. Ugye mi is a hang? Hát azt mondja a fizika törvénye, hogy bármely anyag rezgésekor hang keletkezik. Ezek a hangok lehetnek zörejek, lehetnek zenei hangok, illetve beszédhangok. A zörejek azok nagyon-nagyon kellemetlen hangok, többnyire tárgyak súrlódásával keletkeznek. A zenei hangok szabályos rezgések, amelyeket kellemes hallgatnunk, kellemes érzetet váltanak ki bennünk, míg a beszédhangok a beszélő szervek segítségével képződnek, és ezeket mi tudatosan hozzuk létre. Mik is azok a beszélő szervek? A beszélő szervek legelőször is, ugye, ami azok a szervek, amelyek a hangképzésben részt vesznek. A legelső ilyen szervünk a tüdő, ugyanis a tüdőből kiáramló levegő lesz az, amely a későbbiek során megrezegteti a hangszalagokat, illetve hangokat hoz létre. A következő a légcső, majd a gégefő. A gégefőben helyezkednek el a hangszalagok. A garatüreg következik ezután, és a nyelvcsap, amely elirányítja a levegőt vagy az orrüregbe, vagy pedig a szájüregbe. Hogyha az orrüregbe kerül a levegő, akkor orrhangok jönnek létre. Három orrhangunk van, az M, az N és az Ny hang. Az összes többi hang az a szájüregben képződik, méghozzá úgy, hogy valamilyen akadályba ütközik a levegő, akadály lehet a szájpadlásunk, akadály lehet a nyelvünk, akadály lehet a fogunk, gondoljatok az F hangunkra, mint foghangra, akadály lehet az ajkunk, B, P, hogyha kiejtjük ezeket a hangokat. A nyelvi rendszerben a hang, amit fonémának is nevezünk, egy jelentés nélküli nyelvi elem, amelynek azonban jelentés megkülönböztető szerepe van. Mit is jelent ez? Nem mindegy, ugye, hogy azt mondom, hogy kar vagy kár. Fáj a karom, illetve kár, hogy nincs még nyár. Tehát megkülönbözteti a fonéma a jelentést a szóban. 39 beszédhangról tudunk beszélni, és ezt a 39 beszédhangot mi 40 betűvel fogjuk jelölni a magyar ABC-ben. Miért is? Azért, mert a J hangunkat kétféleképpen tudjuk jelölni, vagy pontos J-vel, például a hajószavunkban, vagy Y-nal a Mihály tulajdonnevünkben. És akkor már el is jutottunk odáig, hogy mi a betű? A betű a hang írott képe. És ebből következik ugye egy következő fogalom, a betűrend, ami viszont a betűk ABC-ben elfoglalt helyét jelöli. Nagyon-nagyon fontos fogalom, és szabályai is vannak. A különböző betűvel kezdődő szavakat az első betűk ABC-beli helye fogja jelölni, tehát például, ha citrom, alma, barack szavunkat szeretnénk sorba rakni, akkor ugye az alma lesz az első, a barack a második, a citrom a harmadik. Hogyha azonos betűvel kezdődnek a szavak, akkor a következő nem azonos betű fogja meghatározni a sorrendet. Példának hoztam az akadály és az akarat szavunkat, hogyha megnézitek, mind a kettő A hanggal, A betűvel kezdődik, a következő K szintén megegyezik, mind a kettőben jön a harmadik egy A, és a negyedik betű lesz az, ami majd dönteni fog, a D és az R között kell nekünk választani, hát mivel a D előré van az ABC-ben, ezért az akadály megelőzi az akaratot. És a következő az, hogy a hosszú és a rövid magánhangzó között nem teszünk különbséget.
Látjátok a példán, Ádám és Alma. Úgy tekintünk rá, mintha azt mondanánk, hogy Adam és Alma. Teljesen egyenjogú a hosszú és a rövid magánhangzó, kivéve akkor, ez lesz a következő szabály, hogyha a szó csak ebben az egy magánhangzóban különbözik, tehát hogyha a rövid magánhangzó szó kerül előbbre, hogyha a szó betű sora csak ebben különbözik, látjátok a felet felét, vagy a kerek kerék példákat is fel tudnánk sorolni. A szóhatárokat nem vesszük figyelembe, amikor a betűrendbe sorolásról van szó, a különírt szókapcsolatokat és a kötőjeles szószerkezeteket is az egyszerű szavakhoz hasonlóan írjuk. Látjátok a példát, azt mondjuk, hogy nagy kezdőbetűk vagy nagy kötőjel. A következő egy kis feladatocska. Össze kellene sorolni a példákat a betűrendbe sorolás szabályaival. Ezeket a példákat a felvételi előkészítős könyvből választottam számotokra, majd mindjárt meg is nézzük mindet, behívjuk. Tehát a betűrendbe soroláskor nem teszünk különbséget a kis és nagy betűk között, illetve a kettőzött betűket mindig külön betűkre bontjuk, és így soroljuk be a szavakat a megfelelő helyre. Nézzük a példákat, Cókmók, Cukkini vagy Cukros, illetve Csábi, Csajkovszki és Család. Hát melyik szabály, melyik példának felelhet meg? Ugye, ahol azt mondjuk, hogy nem teszünk különbséget kis és nagy betűk között, természetesen a Csajkovszki példára gondoltunk, a kettőzött betűknél pedig a Cukkini megelőzi a Cukrost. És akkor nézzük tovább a beszéd hangok csoportosítását. Ugye elmondtuk, hogy 39 hangunk van. Ezeket a hangokat csoportosítani tudjuk magánhangzókra és mással hangzókra. A magánhangzók azok a hangok, amelyek akadály nélkül képződnek. A tüdőből kiáramló levegő nem ütközik akadályba. A, á, o, ó. Halljátok, látjátok. Mindegyik magánhangzónk zöngés. Hosszú változatuk önmagukban is beszédhang, illetve egy magánhangzó is alkothat szótagot, gondoljatok csak a dió vagy a fiú szavunkra. Nem szeretjük, nem célszerű, de szükségszerűen ugye elválasztható dió, illetve fiú formában is. A mással hangzóink azok, amelyek akadállyal képződnek. A hangszalagok itt nem mindig rezegnek, hosszú változatuk önmagukban nem beszédhang, illetve a mással hangzóink önmagunkban soha nem alkotnak szótagot. Megint csak egy összekötős játékocska lesz. Ugye az a feladat, hogy ezeket a betűket megfigyelve, a szavak utolsó betűjét, csoportosítsuk őket a jellemzőik alapján. Mindjárt mondom, tehát van könyv, báty, bú, ír, ceruza és a bridge szavunk, és meg kell figyelni a könynél például, ugye ezt az erősebben szedett betűt a végén, azt mondjuk, hogy az eny az egy mással hangzó, azt is tudjuk róla, ugye, hogy kétjegyű, azt is, hogy hosszú és hogy zöngés. A mással hangzók hosszúságát itt a példán is látjátok, a betűk megkettőzésével szoktuk jelölni. A következő a báty szavunk, nézzük a tyé betűt, mással hangzó, kétjegyű, tudjuk róla azt is, hogy rövid, illetve zöngétlen. És ezt most még egyszer behívtuk, és nézzük a bú szavunkat, az ú, az már magánhangzó lesz, hosszú, zöngés, mert ugye mondtuk, hogy mindegyik zöngés, és azt is tudjuk róla, hogy mély, erről majd még később beszélünk. Nézzük a következőt, a magánhangzóknak a csoportosítását. Most jutottunk el ugye odáig, hogy az ú miért is mély hangrendű szó. A magánhangzókat csoportosíthatjuk az időtartam szerint, illetve a nyelvi szintes mozgása szerint. Az időtartam szerint lehetnek rövidek vagy hosszúak. Talán ez a könnyebb csoportosítás, mert minden rövidnek van egy hosszú párja. 14 magánhangzónk van, 7 rövid, 7 hosszú. A, A, E, E, I, I, O, O, Ö, Ö, U, U, Ü, Ü. A nyelvi szintes mozgása szerint történő csoportosításban pedig magas és mély magánhangzókat tudunk megkülönböztetni.
Itt a magyar tanáraitok mindig segítségetekre sietnek két szóval. Leggyakrabban az autó és a teniszütő szavunkat szoktuk nektek ajánlani. Az autó szó az, amelyben csak mély magánhangzó található. A, á, u, u, o, o. A teniszütő viszont az, amelyben csak magas magánhangzó van. E, é, i, i, ö, ö, ü, ü. És a magánhangzóknak a nyelvi szintes mozgása szerinti tagolódásából következik egy új fogalom, amit úgy hívunk, hogy a hangrend. Mi is ez a hangrend és a hangrendi illeszkedésnek a törvénye? Két külön fogalomról beszélünk. A szavaknak a hangrendjét azt határozza meg, hogy hogyan helyezkednek el a magánhangzók a szavakban. Hogyha a szavak csak magas magánhangzót tartalmaznak, akkor magas hangrendű szavakról beszélünk. Például egér, szerződés vagy teniszütő. Hogyha a szavakban csak mély magánhangzó található, akkor ezek a szavak mély hangrendűek lesznek, például a boldogság, vagy az imént említett autó, vagy iskolatáska. És hogyha a szavakban magas és mély magánhangzók is vannak, akkor beszélünk vegyes hangrendű szavakról, ilyen például az asztalterítő, vagy a világirodalom. És mit jelent az illeszkedés törvénye? Hát azt, hogy a toldalék hangrendjének mindig illeszkednie kell a szótő hangrendjének. Nézzük a teniszütő szavunkat. Hogyha egy valvel toldalékot illesztenénk hozzá, melyik lenne a helyes? Teniszütő val vagy teniszütővel? Hát természetesen az utóbbi, mert hogy magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék járul. Vagy boldogságban úszom, vagy boldogságben úszom. Mindenki az elsőt választaná, mert a mély hangrendű szavakhoz mély hangrendű toldalék is járul. És nézzük a magánhangzók hosszúságát. Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy elharapjuk a magánhangzóinkat. Mint hogyha nagyon-nagyon sietnénk, és nem akarjuk őket szépen kiejteni, vagy írásban gyorsan mindent meg akarunk csinálni, és elmaradnak az ékezetek. Hát nem mindegy, hogy írt vagy írt, mez vagy méz, bal, illetve bál, vagy kor, kór. Például azt mondjuk, hogy Pistike levelet írt az édesanyjának, vagy Pistike levelet írt az édesanyjának. Ugye teljesen más a jelentés, vagy szeretem a mézes kenyeret, vagy szeretem a mezes kenyeret. Nagyon-nagyon oda kell figyelnetek az írásban, és a kiejtésben is természetesen. Néhány játékot is hoztam nektek, online játékok, nem én készítettem, de nagyon-nagyon jót lehet velük játszani, mind a magánhangzókhoz kapcsolódnak, a hangtanghoz kapcsolódnak, ha időtök engedi, kicsit szórakozzatok el vele. És következnek a mással hangzók. A mással hangzókat is tudjuk csoportosítani az írásjegyük alapján, illetve a hangszalagok működése szerint. Az írásjegyük alapján lehetnek egyjegyűek, kétjegyűek, illetve háromjegyűek, ez megint csak egy könnyebb fajta csoportosítás volt. Egyjegyű például a B, a K vagy a Z hangunk, kétjegyű a C vagy az imént említett T hang, illetve egyetlen egy háromjegyű mással hangzónk létezik, az pedig a J. A hangszalagok működése szerint a mással hangzók vagy zöngések, vagy zöngétlenek. Itt is többször próbálunk nektek segíteni, hogy hogy is lehetne megkülönböztetni, ha nem tudjuk véletlenül a párokat, hogy a mással hangzó zöngés, vagy zöngétlen. Az egyik módszer, amikor ide teszed a kezed, és mondod, hogy b, b, d, g, érzed, hogy remeg. A zöngétlenek p, t, k. Nincs, nem fog remegni, nem fognak a hangszalagjaid remegni, vagy pedig a fejed tetejére teszed, ugye hát ez is egy kicsit érdekes szituációkat okozhat, de így is lehet, mert akkor remeg a fejünk teteje, g, g, vagy pedig azt mondom, hogy k, 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 és akkor már nem. Ezt nyugodtan lehet otthon próbálgatni, de egyszerűbb, hogyha megtanuljátok a párokat. Összesen 9 pár van, és 6 mással hangzónknak nincsen zöngétlen párja, illetve egyetlen egy mással hangzónk a H, aminek nincsen zöngés párja. A mással hangzók hosszúságát a betűk kettőzésével jelöljük, ugye ezt az előbb már említettük, és amikor ezek a mással hangzók egy szóban egymás mellé kerülnek, akkor hatnak egymásra, ebből fog majd ugye keletkezni a különféle mással hangzó törvény.
És itt is hoztam olyan példát, hogy a mással hangzók hosszúságára is ügyelnetek kell, nem mindegy, hogy megy vagy megy, lábbal, illetve lábbal, vagy hal és hall. Ha azt mondom, hogy a hall úszik, akkor kicsit érdekesen tudnánk elképzelni, vagy Marika kilábal a betegségéből, Marika kilábbal. Megint csak különös helyzetbe kerülünk ezáltal, és még egy játék, ez csak a mással hangzókhoz fog kapcsolódni, szintén a Learning Apps-en. Jó játékot kívánok mindenkinek, jó tanulást, és viszontlátásra!